kedves vendégek, hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép vasárnap délelőttön. Ez az első olyan március 15-e, amikor valóban odakizni szép idő van, méltó ahhoz az ünnephez, amit most ünneplünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából rendezett díszelőadásunkon, ünnepségünkön, mondhatom ezt, hogy díszelőadás, hiszen nagyon jó műsorokat fognak majd látni. Kedves vendégek, hölgyeim és uraim, a nemzeti himnusz következik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők, emlékezők! Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a hagyományos március 15-i ünnepünkön, mely az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc emlékének tisztelünk. Immár 160 hét telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatát, óráit, napjait élt át a pesti ifjúság idealizmusa, mely győzedelmeskedett a mindig lehúzó kisítűséggel szemben. Persze a később történtek ismeretében ez túlzottan is sommás kilentésnek tűnhet, hiszen volt egy szabadságharc, egy súlyos katonai vereség, megadás, megtorlás, rémulalom, néma ellenállás. Mégis állítható, hogy az önkényuralom bástyái ekkor kezdtek leomlani. Masszívnak látszó vastag falak hajszárepedéseit már feszegette a történelmi idő, de még a legnagyobbak, Kossuth és Széchenyi sem hitték, hogy ez képes ledönteni a hazánkat bénító és korlátozó rendszert. Nem magyarországi volt az első szikra. Bécsben és Párizsban, Olaszországban és a német államokban is ekkor támadtak fel a forradalmi elégedetlenség hullámai. Megragadni a pillanatot a fiatalok bátorságára volt szükség. Ez nem a csendes bölcselet időszaka volt, hiszen a legnagyobb cél a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének elérése volt a tét, az esély. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves cigányaiak! A Pilvasz kávéház pincére ugyanaz a rezignált arccal szolgálta fel a feketét a hátsó asztalán ülő, nagyrészt fiatalokból álló társaságnak március 15-én reggel is, mint minden másnapon. Nem is sejthette, hogy annál az asztalnál valami nagy-nagy dolog készül.
A kávéház filhomájából indult el egy vékony bajuszú fiatalember, Petőfi Sándor, és néhány fiatal hittársa, hogy hangot adjanak a bennük feszülő igazságérzetnek és szabadságvágynak. Ők meghallgatták az Úr parancsát, ahogy az Jeremiás könyvében megvan írva, kiki szabadságot hirdes el az ő atyafiának, és kiki az ő fele barátjának. Szerencsére volt is kinek hirdetni, a napvilágra érve hamarosan széles tömeg sorakoztott fel mögöttük, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőinél már egy egész nemzetre szólokolhassanak szabadságról, hazaszeretetről, függetlenségről, sajtószabadságról, egyenlőségről, testvériségről, és az elnyomás minden formájának tagadására. Talpra magyar, kiáltott a Petőfi, és nemzet vissza kiáltott. A rabok legyünk, vagy szabadok? Kérdezte ekkor tőlük, és a nap és a nép sorsot választott magának, nem is akármiért, egy olyan sorsot, amelytől megremegett a Schönbrunni kastély aranyozott falai. Megremegtek tőle királyok és császárok, és megremegett tőle egész Európa. A magyar nép sorsot választott. Nem kér többet a hazugságokból, az elnyomásból, és nem kér többet abból, hogy másodrendű polgár legyen a hazájában és Európában. A magyar nép öntudatra ébredt. Március 15-e a magyar nép öntudatra ébredésének ünnepe. Egy elnyomott nép élni akarásának végső és elkeseredett kiáltása, amely megmutatta a világnak, hogy él még egy nemzet a Kárpátok ölelő karjai között, amely képes az öngondolkodásra, amely képes hangot adni érzéseinek, vágyainak, és amely méltó egykori dicső őseihez. Ma is ez a dolgunk. Ma is meg kell mutatnunk, hogy létezünk, hogy jelen vagyunk, hogy van elég erő, elszántság és akarat bennünk ahhoz, hogy kilábaljunk a legnagyobb szakadék mélyéről is. Amikor március 15-ére emlékezünk, nem csak már a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is látnunk kell magunk előtt. Magunk elé kell idéznünk azt a számtalan elszánt és tenni akaró arcot, akik Petőfi, Jókai vagy Vasvári Pál szavait hallgatták. Voltak idők, amikor nem hittek ebben. Volt, amikor a vezetők féltek a saját nemzetüktől, és akkoriban nem is lehetett március 15-ét ünnepelni. Kimondhatjuk, ezeknek az időknek egyszer s mindenkor a vége. 1848. március 15-e hatalmas pillanat volt, a nemzet nagy pillanat. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek egybefonódott egy csodálatos másodpercre. A többi évszázadnyi elnyomás után a nemzet megtalálta önmagát. A boldogság könnyei folytak az arcokon, miközben ökölbe szorultak az ujjak és megkeményedtek az arcélek. Meghallgatták a 12 pontot, majd néhány lelkes szólamlatot. Aztán minden parancs szó nélkül, mintha valami felsőbb hatalom irányította volna őket, egyszerre mozdult minden láb és minden akarat. És akkor elindult a tömeg, át a hídon Táncsicsért, és aztán tovább és tovább, míg ki nem söpörték az országból a fél évezrednyi megaláztatást. Gábor Áron sárba ragadt ágyutalkait együtt tolta elszökött zsellér és fellázadt birtokos. Nem volt ott úr és paraszt, nemes vagy nem nemes. Csak az országért és nemzetért küzdő emberek álltak ott vált vállak vetve, szemben a rájuk fenekedő kétfejű sassal, vagy miután Európa nagy uralkodóházai leverték a maguk kis rőzselángjaikat, szemben egész Európával. Most is itt állunk Petőfire, Kossuthra, Táncsicsra, gondolva itt, Európa szívében. Emlékezzünk hát ma Petőfire, Kossuthra és a szabadságharc bátor hőseire, de még inkább gondoljunk a jövőre, az eljövendő idők hőseire, akik szorgalmukkal, munkájukkal és tenni akarásukkal egy új, egy erős, egy gazdag Magyarországot építenek. Amikor a szívünk felett hordott kokárdára tekintünk, gondoljunk a költő szavaira. Sokszor nem elég tüzet gyújtani, a lángok erejét meg is kell tartani. Fogjuk fel a parázs minden melegét, és nem csak egy kis tüzét, az egész nemzetét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük, hogy így legyen. Szabadság szerelem. Aki előadja, a Kántor Mihály Általános Iskola énekkara, zongorán kísér Németi Viktória.
Kedves vendégek, tisztelt ünneplő közönség, kérem tekintsék meg a Kántor Mihály Általános Iskola 6. osztályos ünnepi műsorát. Felkészítő tanárok voltak Punyidék Andrács Erzsébet tanárnő és Nagy Gergely tanárnő. Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reform szellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői, többek között Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Szemere Bertalan és Ötvös József. 1847. novemberében Pozsonyban összeült rendi országgyűlésen a reformpárti erők által létrehozott ellenzéki kör és a konzervatív párt lépett fel határozott programban. Utóbbiak jelentős mértékben birtokolták a bécsi udvari körök támogatását is. 1848. március 11-én a bécsi tanuló ifjúság petíciót nyújtott be a császárhoz. Pesten az ellenzéki kör hasonlóképpen elfogadott március 12-én tartott gyűlésében egy Irényi József által fogalmazott 12 pontú kérvény, melynek tartalma a következő volt. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumok Pest! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Nemzeti hadsereget! Közös elviselés! Az urbanitárák megszüntetését! Esküdtékeket képviseletes egyenlőség alapján! Nemzeti bankot! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat nem vigyék el külföldre, akik fedélyeket vigyék el törni. A politikai státuszról jött bocsátásra szavarom. Kívánjuk az uniót Erdélyen! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Az apelet való határozás, hogy a kérvényt az országgyűlésnek vagy az országos ellenzéki választmánynak nyújtsák be, a március 14-én tartandó gyűlésre halasztották. Eközben érkezett Pestre a hír, hogy Bécsben 13-án kitört a forradalom, és a bécsi tanuló ifjúság petícióját az országgyűlési rendekkel elfogadtatta. E hír hatása alatt a 14-i gyűlés eredményével elégedetlen ifjúság Petőfi, Jókai, Vasvári vezetése alatt a Pilvax kávéházba ment, és ott a közvélemény asztalánál elhatározta, hogy másnap, azaz 15-én reggel az egész városban kihirdeti a 12 pontot. Gyülekezési helyül a Pilvax kávéházat tűzte ki a gyülekezés idejéül reggel 8 órát.
Petőfi megígérte, hogy még az éjjel alkalmi költeményt is ír, és azt maga fogja elszavarni. Petőfi reggel 8 óra körül érkezett a Pillax kávéházba, de a kitűzött időre csak 6-an jelentett meg. Petőfi Sándor, Jókai Mor, Bujovszki Gyula, Vokovics Sebő, Gál Ernő és Hamari Dániel. Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és az aznap reggel készült proklamációt. Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. Talpra magyar, mi az? Itt az idő, most vagy soha? Rabok, legyünk, ha szabadok? Ez a kérdés választható. A magyarok istenére. Esküszünk, esküszünk, rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kározott az ősapáig. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyugodtak. A magyarok istenére. Esküszünk, esküszünk, rabok tovább nem leszünk. Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először a Jogi Egyetem Hazusz Egyetemi utcába. Annak útvarán már egy csapat tanuló vártájuk, és a tekintéket is megfetőtt és jókai számára. Itt Petőfi újból elszavarta a tanulóéleti költemény a nemzeti dalt. Semmi kitak ember, kimusuk el, hajnemre, kinek drága van élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére. Esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Fényesebb a házszál a kardunk, jobban ékesíti a kard, és mégis ott hordunk, ide verdénk kardunk. A magyarok istenére. Esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Jókai pedig felolvasta a 12 pontot. Innen az Új Világ utcai Orvosi Egyetemre mentek. Itt is felbeszakították az egyetemi előadásokat, és az előbbihez hasonlóképpen jártak el az udvaron. Később pedig a mérnöki és bölcseleti kar hallgatói előtt ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor már nem csak az ifjúság vettőket nagy tömegek előtt, hanem az utcán is nagy tömeg csatlakozott hozzájuk, mely nőtt önmerült. Lelkesedés hatása alatt a tömeg Flanderek kömnyomdájához vonult a 60-i utcába, itt a rend és béke fenntartása érdekében válaszmányt alakul Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vidal Sános és Jókai Mor küldöttek be. A nyomda tulajdonos, aki kiáltott 12 pontú program és Petőfi költeményei cenzúrát nélküli kinyomtatására szólították fel. A nyomda tulajdonos engedett, és a kívánt iratok néhány pillanat múlva már ezrével készültek el, melynek példányait egész délután osztották ki a szakadó eső dacára szüntelen gyülekező közönségnek, mert ezek voltak a szabad sajtó első termékei. Ezek után Petőfi negyedszer szavaltára nem tudni dolgát. Magyar név megint képre. Méltó régi nagy híréhez, mint rákentek a századok, nem mossuk a gyalázatot, a magyarok istenére. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sérénk gyomborulnak, unokáink lebomulnak, és áldó imádságon mondják el szent nevénket, a magyarok istenére. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Csak délfelé összetek el, megállapodva abban, hogy délután az állapokságban lévő tencsesügyei kiszabítására mennek Budára. Téged így, hova száll, úgy élik, ki sose árt, nincs más hely. Thank you.
sátra mentek a 12 pont elfogadására sírját venni. Kívánta, hogy Táncsics Mihály, aki állítólag a sajtói vétség miatt fogva van Budán, szabadon bocsáttassék. Ezért fél öt körül a tömeg átment Budára, Vicsi Ferenc, a helytartó tanács elnök azonnal szabadon bocsátta Táncsicsot. A nép önkezeivel vonta át kocsiját Budára, a Nemzeti Színház terén, majd bevonult a színházba. Fejedet büszke nép viselt a világ szégyenét, emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás, kis ugye. Kívánta a nép a színházi aligazgató Bajza Józseftől, hogy ennap ünnepélyére teljes kivilágítás mellett a betiltott bánkbán adassék elő. Bajza mondta, hogy szívesen tűzi műsorra. A színészek nemzeti színű kokárdákkal léptek ki a színpadra. Végül a Rákóczi induló dallamaira oszlott el a nép. Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Dicsőséges nagyurak! Hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó, szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket? Hogy irántunk emberiek legyetek. Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most mint állat fizetti néptek? Ha megruhom, mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg? Ki a sikra a kunyhokból, mémo? Faszát, ásót, pasvillákat fogjatok! Az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszállás órája. Ezer évig híztak rajtunk az ura, most rajtok a mi kutyáink híztak. Vasillára vagyunk aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégse, atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek, önállunk. Isten után legszentebb a nép neve, feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen rám, és örömében, mindenható kezével örök áldást tetézzen rám. Felejtsük az ezer éves kírokat, ha az úvós testvérének befogad. Ha elveti kevésségét címerik, és teljes egyenlőségük elismerik. Nemes uram, ha akartak, jöjjetek! Itt a kezünk, nyújtok ki kezetek! Együnk szemmelyi minnyáján ellátnak, szüksége van minnyájunk a hazán. Nem érünk rá várakozni szaporán, ma jókon van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Az udvar meghátrált és kénytelen volt elkedni a pozsonyi küldöttség követeléseihez. Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásában.
Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalapuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek Magyarország gyűlésen tartott felelősséggel. Ezért tehát független és felelős kormány volt. A márciusi ifjak számukhoz képest jelentős hatást fejtettek ki. Mégis csupán közvetlen befolyásolhatták a politikát alakító liberális nemességet. Március 15-én mögöttük volt a közvélemény, az ország, nem radikalizmusok hamarosan elszigetelkedett. Ha messze mész, mit elhagytál, végig elkísér az út, kanyarok szerte szét, a vége megtalálja majd az elejét, ha messze mész. Előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély, nem hagyhatod, mi örökre benned él. Ha messze mész, lehessen élni még, könnyed törölni, bánt engem, ágyom párnak közt halni meg, ott esem el én, a harc mezén, ott fújjön az ötjű véki szívek ki, sort estem el át, fújjú karipát, száguldjanak a kiból dajdalra, ott hagyjanak engemet, összeti korban. Azt rám zöldet,
elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Ahová me fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fagaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Közönség, fogadják nagyon sok szeretettel a Sarkantyús Néptánc Együttes ünnepi koreográfiáját.
Kedves vendégek, tisztelt ünneplő közönség, ez a ünnepi műsorunk véget ért. Tisztelt hölgyeim és uraim, a szózat következik. Kedves vendégek, magam és minden munkatársam nevében további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltak, további szép napot, viszontlátásra!